Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszere című műsorunkkal, amely mennén megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Szombathely elleni vereséggel zárták az alapszakaszt a Kékcápák. Kiállítással ünnepi 100. születésnapját a Nagykállói Sportegyesület. Fejlődésnek indulhat a tornasport Nyíregyházán, mondta Magyar Zoltán. Sallai József kosárlabdaliget, szabadtéri pályát adtak át a Józsavárosban. Vereséggel zárta a bajnokság alapszakaszát a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák a Szombathely csapatát fogadták, és a vendégek 90-77-es győzelemmel távoztak a Continental Arénából. Jól kezdték a meccset az éllovas ellen a cápák, az első negyedet végig vezetve 6 ponttal nyerték a hazaiak. A második 10 percben fokozatosan dolgozta le hátrányát a Falkó, sőt a negyed végén a vezetést is átvették a vendégek, így 36-37-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok. A nagy szünet után más sebességre kapcsoltak a szombathelyiek, percek alatt 10 pontos előnyt építettek, amit még növelni is tudtak a negyed végéig. A záró játékrész már csak formalitás volt, a Falkó jól gazdálkodott előnyével és 13 pontos vereséget mért Pető Ákos együttesére. Bár a Falkó a úgy gondolom, a legponterősebb csapat a bajnokságban, de a legjobb védekezése van, és abból indul nekik minden. Ezzel úgy gondolom, hogy az elején fogást tudtunk találni, viszont a másik negyed végétől, illetve a harmadik negyedben tényleg felülröltek minket, tehát olyan fizikalitással és olyan intenzitással, amit ők tudnak, és a bajnokok ligájában is ehhez voltak szokva, és ott is kamatoztatták. Nagyszerű szezont futnak, nem hiába nyerték meg ilyen fölényesen az alapszakasz, ennek ellenére úgy gondolom, hogy egy darabig partiban voltunk velük, azokra az időszakokra lehet építeni, viszont ahogy Zó is elmondta, tehát egy ilyen jó csapatot közepesnél egy picikét jobb játékkal, vagy közepes játékkal nem lehet megverni. Úgy gondolom, hogy sikeres alapszakaszunk van, tehát abszolút ezzel a 9 győzelemmel úgy gondolom, hogy nem sokan számoltak évelején. A vendégek edzője is elismerően szólt a Nyíregyháza teljesítményéről, hozzátéve jelentősen fel kellett javulniuk a második félidőre ahhoz, hogy megszerezzék a győzelmet. Very soft defensively, offensively. Nagyon puha védekezéssel kezdtük a mérkőzést, márpedig jó védekezés nélkül nem tudtuk elkapni a ritmust támadásban sem. A Nyíregyháza jól támadó csapat, különösen hazai pályán. Amikor a harmadik negyedben változtatni tudtunk, könnyű kosarakat szerezhettünk, elkaptuk a ritmust, szépen járattuk a labdát. Örülök, hogy el tudtuk osztani a játékperceket, így mindenkit frissen tartottunk a Magyar Kupára. Gratulálok a Nyíregyházának, mert pozitív meglepetés ennek a bajnokságnak. A forduló további eredményei a következők: Oroszlány Szolnok 69-70, Zalaegerszeg Sopron 85-84, Debrecen Kecskemét 86-93, Kaposvár Körment 87-61, Pécs Atomerőműese 69-67 és Albafehérvár Szeged 90-81. Az alapszakasz a Szombathely nyerte 23 győzelemmel és 3 vereséggel. A Nyíregyháza 9 győzelemmel és 17 vereséggel a 12. helyen végzett. A Kékcápák az alsóházi rájátszásban folytatják, a Zalaegerszeg a Pécs és a Paks társaságában. Előtte azonban még a csütörtökön kezdődő Magyar Kupa döntőben lép pályára Debrecenben Pető Ákos együttese. Az már korábban kiderült, hogy a klub történelmet írva bekerült a Magyar Kupa döntőjébe, de az elmúlt hetekben azért az alapszakasz utolsó meccsével foglalkozhatok. Most már teljes lendülettel arccal a kupa felé fordult a csapat. A héten már ez volt a fókuszban, mi hiszen előtt azért még az alapszakaszban volt dolgunk. Valóban már decemberben kiderült, hogy kupa döntősök leszünk a klub történelmében először, de igazából most fordultunk célegyenesbe, tehát mostantól van fókusz a kupán. Te voltál a kupa döntőn az Albacom stábjának a tagjaként, szakemberként, tanulni nézőként is. Mennyiben más egy ilyen ezúttal háromnapos torna, mint egy bajnoki meccs vagy egy bajnoki szakasz? Nagyon intenzív, hiszen 72 óra alatt kell 3 mérkőzést nyerni, aki kupa győztes akar lenni. Egy kicsikét ilyen szempontból orosz rulett is, hiszen nehéz a formát élesíteni, hiszen nyilván a döntőben kell a legjobban játszani, viszont odáig el is kell jutni, tehát itt nagyon könnyen el lehet vérezni akár az első nap, aki nem pörög fel eléggé. Szerintem a kupában általában is így van, hogy egyértelmű esélyes nincs, kicsikét jobban, illetve kevésbé esélyesebb csapat van, de kicsikét az orosz felethez tudnám hasonlítani. A 4 közé jutásért a
Kecskemét csapatával játszunk, lehet egyáltalán ilyenkor az előbbiek tükrében esélyekről beszélni? Olyan szemben talán egymásban lehet, hiszen kétszer megvertek minket az alapszakaszban, ami bár szoros mérkőzések voltak, azért biztos nem véletlen. Tehát ha ezt nézzük, akkor a Kecskemét esélyesebb tőlünk, viszont szeretnénk borítani ezt a, nem is azt mondom, hogy papírformát, de az esélyességet. Mennyire motiváltak a játékosok, és most itt elsősorban a légiósokra gondolok? Biztos nagyon én lesz nekik, hiszen 8 csapat koncentrálódik oda, nagyon intenzív lesz, tehát biztos valakinek új élmény is lesz. Azért kíváncsian várom, hogy kiből mit fog kihozni, de úgy érzem, hogy motiváltak a srácok, és igazából ez az első fél éves munka jutalma, hogy ide eljutottunk, hiszen az első 13 forduló eredmény alapján jutottunk ide. Vagy egy mérkőzés, vagy három, ugye, hiszen aki a négy közé kerül, az még játszik 2 meccset, vagy döntőt, vagy bronzmérkőzés, ti hány mérkőzésre készültök? Mindig az előttünk lévő, tehát a Kecskemét van a fókuszban, hiszen, ahogy mondtad, vagy egyet, vagy hármat játszunk, tehát az első mérkőzés mindig a kulcsmérkőzés, ha melyik csapat azt megnyeri, utána már talán egy kicsit jobban tud tervezni, de úgy gondolom, hogy mindenki az első mérkőzést akarja megnyerni. 100. születésnapját ünnepli a Nagykállói Sport Egyesület. A jubileum alkalmából kiállítás nyílt a Városi Könyvtárban. Maga a tárlat, én azt gondolom, hogy elég könnyen összejött, ugye nagyon segítőkészek voltak a korábbi a sportegyesületi tagok, aktív sportolók, úgyhogy viszonylag könnyen összejött, interneten meghirdettük, és itt külön köszönöm a Jónás Sándornak azt a munkát, amit ebbe beletett, mert fizikálisan viszont ő és a Várbarátok Egyesület most már ők állították ezt össze, hogy ilyen kis látványos lett tényleg. Látjuk, hogy nagyon gazdag az egyesület múltja, milyen a jelene? A jelene nem ilyen impozáns, én azt gondolom, de van miből táplálkoznunk, hogy hasonló úton járjunk, és ilyen céljaink legyenek. Nagyon sok szakág ugye kiszerveződött önálló egyesületé, de attól függetlenül a futballal 100%-ig foglalkozunk, és szeretnénk a kajakkenut újra elindítani a városban, ami azt gondolom, hogy megint megyeszinten is egy különlegesen vonzó lehetőség lesz majd. Gyerekek vannak, diákok vannak a városban, mennyire sportosak, mennyire könnyű őket elvinni egyes sporták felé? Nagyon könnyen megszólíthatóak. Én azt gondolom, a futballegyesületünk is 40-50 gyerekkel folyamatosan foglalkozik, illetve komoly létszámmal járnak kosarazni is. Elsősorban ugye itt az alapoktatás itt Nagykállóban, ugye iskolákon keresztül, és a tehetségesebbek pedig automatikusan ugye Nyíregyházára vannak irányítva, úgymond, hogy ki tudják bontakoztatni a lehetőségeiket. Meddig látható itt a Nagykállói Városi Könyvtárban ez a kiállítás? Jelen pillanatban ugye a könyvtári nyitvatartás idejében lehet látogatni, és a következő a Költészet Világnapjáig folyamatosan. A kiállításon nagyon sok helyet foglalnak el a futballal kapcsolatos relikviák, és hát a futballal kapcsolatos relikviák akkor ebben a 100 évbe vágó Zoltánnak több mint egy Nagykállón eltöltött évtizede is beletartozik ebbe az időszakba. Te hogyan emlékszel vissza azokra az évekre? Nagyon szerencsés ember vagyok, mert még az én időszakomban elég szép volt a futball, vonzott a nézőket, rengeteg ember előtt tudtunk futballmérkőzéseket játszani. Volt olyan mérkőzésünk, hogy 3000 ember volt Nagykállóban mérkőzésenként, és rengeteg örömet találtunk benne. Szóval még akkor, hála jó Istennek, szebb volt a futball sokkal. Hány évet töltöttél Nagykállóban, és ki lehet emelni egy meccset vagy egy időszakot, ami abszolút emlékezetes? Nagykállóban 13-at töltöttem, ebből 3-at megyegybe, 10-et MB3-ból. Egy meccs a legemlékezetes, amikor 8-0 nyertünk, és 7 gólt sikerült rúgnom egyedül. Mennyire követett figyelemmel a kállói futball, vagy egyáltalán a futball manapság? Figyelem, csak most már annyira elmentek, és azok a baráti kapcsolatot tartó srácok sincsenek már a vezetésbe. De azért érdeklődök, figyelem, próbálom követni, de sajnos az eredmények azok most egy kicsit nem úgy alakulnak, ahogy elvárható volna egy ilyen várostól. Viszont azt mindenképpen kell kérdezem, attól, aki egy meccsen rúgott 7 gólt, hogy van valami titka a gólszerzésnek, ugye a futball sokat változott, de a gólszerző futballistákat máig megbecsülik mindenütt. Biztos, hogy van, mivel állandóan figyelni kell,
idegszállóra, ott kell lenni az embernek gondolkodni a játékosomnak a fejével, a kapus esetleg hova ejti, hova is. Nem kell sajnálni a métereket, mindig menni kell minden labdára, akkor az megtörténhet. Kökény Roland olimpiai bajnok, a Nagykállói Városi Sportegyesület 100 éves jubileumából megnyitott kiállítás vendég, és a háttérben látszik egy kajak. Ezek szerint van kötődésed Nagykállóhoz a sportágon keresztül? Igen, már gyerekkoromban Nyíregyházáról nagyon sokat jártunk át ide kajakozni. Egykori nevelőedzőm itt alapított később kajakkenu szakosztályt, úgyhogy ő meghívásából jártunk nagyon sokat ide. Nem szakadtál a sportágtól, most milyen feladatot látsz el a kajakkenu sportban? Én a kajakkenu szövetségnél a régiót, ennek a régiónak a névadója vagyok, és itt töltöm be a szerepemet, és próbálunk minél több új tagszervezetet toborozni, és a meglévőket segíteni, hogy minél több gyerek jusson el a kajakkenu sportágba, megszeressék ezt a sportágat, és minél jobb eredményeket érjenek el. Nagy a sportágok között a versengés a gyerekekért, mennyire könnyű elcsábítani egy gyereket a vízpartra, hiszen ez egy olyan sportág, hogy rengeteget kell dolgozni, és azért van, amikor fúj a szél és esik az eső. Ha már le tudjuk hívni őket a vízpartra, és ki tudják próbálni ezt a sportágat, akkor már nyert ügyünk van. Igazából nekünk a infrastruktúra az, ami eléggé hátrányos, és azzal nem tudunk versenyezni, de ha kipróbálják a sportágunkat, akkor onnantól nyerők vagyunk. A torna alapsportág később bármely sportágban lehet kamatoztatni a gyerekként megszerzett tudást, mondta Nyíregyházán Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke. Nagyon fontos számunkra Nyíregyháza. Az, hogy ennyi gyerek van már ilyen körülmények között, hogy iskolába szerpakolnak ki, szerpakolnak vissza, ez mindenképpen példaértékű. Tehát nekünk nagyon fontos odaállni azokba a városokba, ahol komolyan jó szakemberek mellett tornát fognak csinálni, és ez biztos vagyok benne, hogy Nyíregyházán jó kezekben van. Mennyi segíthet majd a sportág népszerűsítésén az, hogy épül egy nem is akármilyen centrum Nyíregyházán? Ebben biztos vagyok, hogy rengeteget fog számítani, mert nem mindegy, amikor egy szülő a gyerekét leviszi egy terembe, hogy azért, ha megnézzük az igazi tornatermek, amikben oktatás folyik, ott azért nem 100% a biztonság a gyereknél, nincs szivacsgödör, nincs sok minden szer. Ebben a tornacsarnokban minden lesz, tehát ez egy Európa szintű versenyterem lesz, ahol mindenki megtalálja a fejlődéséhez megfelelő szereket. A torna egy olyan sportág, amelyben rengeteget kell dolgozni, nem is jönnek rögtön, és nem is mindenkinek az eredmények. Mivel lehet kedvet csinálni, nem is a gyerekeknek, a szülőknek, hiszen ilyenkorra még a szülők választanak sportágat a tornához? A torna az egy alapsportág azért, mert megalapozza a gyereknek a további sportolását. Tehát ha lehozza valaki 4-5-6 éves korába, akkor a testalkatának megfelelően mindent megtanult, amiben ebből kivehető. Tehát akrobatikai alapelemeket, gimnasztikát, és ezzel, ha nem lesz belőle, mondjuk korongos lesz belőle, vagy focista lesz belőle, vagy súlyem, bármi, a torna az olyan alapokat ad ezeknek a sportágoknak, amit semmivel nem lehet pótolni. Ha valaki mégis olyan tehetséges és tovább jut, és utána még úgy látja, hogy még tehetségesebb, és még tovább megy, na ezt nevező kiválasztásnak. De maga ez a terem, ez azért működik, hogy itt 3-4-500 gyerek sportolhasson. Magyar Zoltán ugye Montreálban és Moszkvában nyert olimpiát, Berki Krisztián, aki szintén itt van Londonban. Lehet prognosztizálni, hogy mikor a következő magyar tornász olimpiai bajnok? Ezt nem lehet. Ugye egyre nehezebb, egyre népszerűbb a sportág, amiket elmondtam az előbb a világban. Egyet mondok egy példát, hogy az Egyesült Államokban 29 ezeren indulnak a serdülő versenyeken. Tehát elképzelhető, hogy mennyien vannak a világban. Az, hogy valaki ebben a sportágban egyszerűen az első legyen, ahhoz hát óriási tehetségre kell, hogy felfedezzünk, és ha egy ilyen jön, akkor teljesen felépítve tehetséggondozással meg tudjuk azt oldani, hogy a végén a legjobb edzőhöz, a legjobb körülmények között kerüljön. Nekünk most ez az a lényeg, hogy sok-sok-sok halat megmozgassunk, és majd az aranyhalat azt megpróbáljuk megtalálni. Most állapdaligetet adtak át Nyíregyházán. A Józsavárosban kialakított szabadtéri létesítmény a legendás utánpótlás edző Sallai József nevét viseli.
Magyarország kormánya által indított TAU sportfejlesztési program keretében vásároltuk meg a pályaborítását, ami 1,2 centi vastag préselt gumilap, puzzle alakokra vágva, és a két szabadtéri és csapabíró ütköző falla műanyagpalánka és sugógyűrűvel rendelkező palánkot. A forrás az ez volt, a területet Nyíregyháza megyegő város önkormányzata biztosította, illetve készítette elő nekünk, és így született meg ez a mai végeredmény, a Sallai József kosárlabdagért, ami nagyon nagy örömünkre szolgál, és egyben emléket is áll is Sallai tanárúrnak. Kik használhatják és kik használják majd ezt a pályát? Bárki, aki szeret kosárlabdázni, hiszen ez egy lakótelep, lakótelep közepén egy gyönyörű szép parkban van. Itt minden van, kondipark, játszótér, knejpösvény, és most már van egy szabadtéri kosárpálya is, ahol akár 3x3-as meccseket lehet játszani, akár egész pályán lehet kosárlabdázni. Már mielőtt átadtuk az, amit már rengetegen kosáraztak rajta, hála Istennek. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub készítette, vagy felügyelte az egész projektet. Mennyien kosaraznak nálatok most, és benne van a pakliban, hogy mondjuk itt nyáron kosaraznak srácok, valaki közületek edző, meglát valakit, aztán majd kiköt a klubnál. Simán belefér, hiszen itt van az egyik bázisiskolánk, az ötvös gyakorló innen pár száz méterre. Egyébként az egyesületünkben jelenleg 220 versenyengedéllyel rendelkező kosárlabdázó játszik, és ebből 204-en idén pályára is léptek. 15 kosárpalánta csapatunk van, és két U11-es csapatunk, egy U12-es, egy U14-es, egy U16-os. Ezen kívül van egy kerekesszékes csapatunk is, akivel most indultunk el idén az országos bajnokságban. 30-40 évvel ezelőtt egy ilyen lakótelepen egy betonborítási dühöngő tele volt gyerekeken, most már annyira nem természetes ez. Mennyit segíthet az itt élőknek, hogy egy ilyen modern borítású pályán üszedik a kosárlabdát? Óriási öröm ez a sportolóknak, a szakembereknek, a városlakóknak, hiszen ezeket az igényeket ők fogalmazzák meg, és úgy kerülhet egy sportlétesítmény beruházás valósággá. És nagyon fontos, hogy itt kosárlabda sportágról van szó, a világ egyik legnépszerűbb sportágáról beszélünk itt Nyíregyházán, és nagyon sokan űzik ezt a sportágat. Ezzel is lehetőséget kínálunk nekik, hogy választhatják ezt a sportágat. És nagyon fontos, hogy minden gyermeknek lehetőséget kínálunk arra, hogy bármelyik sportágba bekapcsolódhassanak, és ezáltal ugye egyre eredményesebbek leszünk utánpótlás nevelésben és az élsportban is. Ugye a szabadidő sport az azzal, hogy itt bárki bármit használhat, egyébként egy ligetről van szó, ahol szabadtéri kondipark is van, futókör is van, amellyel tényleg azt tudjuk elérni, hogy egészségre nevelés is óriási erővel fog fejlődni, és az itt élők fogalmazták meg azt az igényüket, hogy szeret még, hogy sportlétesítmény legyen itt. Ehhez csatlakozott a Nyíregyházi Kosárlabda Klub és a Magyar Szövetség is, és támogatásáról biztosította a TAU-s beruházások kapcsán. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy hozzá tudunk ezáltal járulni a sportág eredményességéhez, és természetesen az egészségre neveléshez. Egy újabb szabadtéri sportlétesítménnyel gazdagodott Nyíregyháza, hogyan illeszkedik ez a Sallai József kosárlabdaliget abba a koncepcióba, amit a város a sportág sportlétesítményfejlesztések terén elkezdett? Nagyon-nagyon illeszkedik, és kétféle módon is. Egyrészt egy újabb szabadtéri kosárpálya, ami mindenki számára elérhető, másrészt a nyíregyházi kosárlabda élet legendás edzőjének, Sallai József tanárúrnak is emléket tudunk itt állítani. Ez a kettő együtt, mind a kettő nagyon fontos, és fontos a helyszín is. Ugye itt vagyunk a tömbelsőbe, amit évek óta fejlesztünk. Sok minden elkészült már, a knépsétány, a játszótér, a szabadtéri kondipark. Most itt van ez a nagyon szép kosárlabdapálya, hozzák a tegbalasztalt, amit télére bevittünk, és hétfőn kezdődik a járdák teljes körű felújítása, ezzel tulajdonképpen ez a teljes körű park felújítás be is fejeződik. De visszatérve, nagyon-nagyon nagy öröm és jó érzés nekem, mikor látom, hogy ezek a sportinfrastruktúra fejlesztések mennyire hasznosulnak, mennyire elfogadottá válnak, benépesülnek, és a szabadidősport az külön, de hát legalább olyan fontos, hogy itt a gyerekek ugye edzőmeccset játszanak most, ahogy az utánpótlás nevelés a gyerekek mozgásának adjunk minél több lehetőséget. Én azt gondolom, hogy ez a programunk egész jól alakul az elmúlt 10 év alatt. Az óvisoktól a nyugdíjasokig mindenki használja ezeket a infrastruktúrákat, amikre azt szoktam mondani, a legfontosabb lényege, hogy lehetőséget ad, de az igazi kérdés a lehetőséget, hogyan használjuk ki.
Itt a városunkban a nyíregyházak nagyon jól kihasználják, tehát érdemes ezt, és még folytatni, bár már nem sok olyan hely marad, ahol még nem fejlesztettünk. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!